Üdvözlöm nézőinket! Önök a Sansz esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai műsorunkban a roma kortárs művészet egyik kiemelkedő alakjával, Szolnoki Csanya Zsolttal készített interjúnkat láthatják. Tartsanak velünk! Miskolcon születtem. Nálunk a családban nem volt ilyen jellegű művészet élet, hogy költészet vagy képzőművészet, abszolút nem volt ilyesmiről szó. De ha visszagondolok, a családomnak szerintem minden tagja ilyen művész alkat volt. Na most én magam, amikor... És főleg a zene, ugye? Hát igen. Én magam éreztem magamban azt, hogyha én nekem lenne kézügyességem, meg ha én megtehetném, akkor én festenék. Tehát ezt tizenévesen éreztem. Csak hát nincs kézügyességem ehhez a dologhoz, hogy én fessek. Tehát neki se láttam, mert úgy éreztem, hogy úgy sem menne nekem semmi. Ez se. De csodáltam a világ dolgait teljesen ezzel a szemmel. Tehát teljesen a festői szemével. Például emlékszem arra, hogy ahogy reggel 6-ra kellett menni a lakatos műhelybe, és hát a városunk kívülre esett, és biciklivel jártunk, és nyáron azokban a hajnali órákban napraforgó, meg kukoricatáblák voltak az út mellett, és az még úgy párállott. És teljesen zöld volt az a pára, ami szállt felfelé. Ez olyan csodás élmény volt, hogy Istenem, ha ezt le tudnám festeni, hát mindig ez volt a fejemben. De gyönyörűek voltak gyerekkoromban, amikor a csorda ment hazafelé. Hát nálunk ez egy nem kis város, de gyerekkoromban még nem volt olyan fejlett, úgyhogy földutak voltak, és akkor a tehenek, ahogy mennek haza, itt teljesen megvan a kép előttem. Mindegyik bemegy a saját helyére, a saját otthonában, nyitva vannak a kapuk, és ahogy mennek lassan, ilyen nagyon lassan a fejüket így lógatja, és akkor a por meg nagyon lassan száll felfelé. Ez gyönyörű volt. Hát szóval ilyennek meg nagyon sok hasonló dolog volt, amit így úgy gondoltam, hogy jól meg tudnám örökíteni, ha tudnék festeni. De hát nem tudtam festeni. Hát így teltek, múltak az évek. Aztán ilyen 20 éves, 19 20. Itt bevonzottak ezek az alternatív, meg rock zenekarok, ami ilyen tiltott, meg tűrt kategóriába. Tehát koncertekre jártam. És akkor ezzel együtt ott azért már néha bekerültem egy-egy ilyen kortárs képzőművészeti kiállításra is. Hát azok is tetszettek, de eszembe nem jutott, hogy én ilyet csinálhatnék. Aztán jött a katonaság, és akkor ott voltak nagyon unalmas időszakok, amikor nem kellett csinálni semmit.
bementem a könyvtárba. A könyvtárba kivettem Garcia Lorcának a kötetét, és akkor beleszerettem a költészetbe. Tehát ez itt kezdődött el. Tehát akkor ilyen 24 éves, 23 éves. Aztán Garcia Lorca után persze jött Nagy László, mert hogy Nagy László fordította ezeket a verseket, és akkor már kíváncsi voltam arra az ember, aki fordított, hogy vajon ő milyeneket ír. Na, az is tetszett. Aztán jött Bari Károly, az még jobban tetszett. Balog Attila. Pilinszky. Máj napig nekem Pilinszky az első számú. És akkor eszembe jutott, hogy én is megpróbálnám ezt a versírást. De nem sikerült. Egyáltalán nem sikerült. Mintha a csillag nehézkedési csendben valami, semmi az, ami volt, csak ritka szőttesű visszhang, jégfáklyás téli levelek alatt. Nem tudni, mi követ téged, mi hív. De látod az arcot, a szobát, hogy kiúszik eléd a december estek aranyán. És mennyi kis szépség zuzalék a tárgyak rejtett színén. És az a ház, ahol a kert, az majdnem egy ének, ahogy a türelmes hóesés emeli óriás, tiszta falait. Egy-egy szemcsékig lecsiszolt hajnal. Egy dallam, egy hang távolodik és közelít a meghitt gyermekkor helyén. S a mindennél parányibb csillám, ahogy igéz és hív a vizek tisztásán át, már látod a derékig hajú anyát, látod a cseppnyi kis ragyogást, tiéd a feltámadás a szélben, és az arcok és nevek, szavak oldása, kötése, mintha csak maroknyi kéve, vagy felfoghatatlan, folytonos jelzés, korom és fény a lélegző ikonok helyén. Az én önbizalmam egyébként is sajnos, hogy nagyon-nagyon mélyen volt, visszagondolva, tehát nagyon mélyen. De azért a költészetet ezt legalább megpróbáltam, hogy verset írjak, de nem ment. Egyszerűen nem sikerült. Ezt éreztem, hogy hát ez nulla, ez nem az. Na, és akkor úgy elteltek az idők, aztán megházasodtam. Az olvasás azért az megmaradt, tehát ezek után azért olvastam rendszeresen, aztán már egyre több költőt. Tehát itt a költészet nekem a regényeket nem nagyon, de a verseket nagyon megszerettem. Aztán olvastam a kortársakat, vásároltam ezeket az irodalmi lapokat. Persze a cigány újságokat is. És egy nap írtam egy verset. Tehát ez de ilyen váratlanul, hogy azelőtt nem írtam el soha egyet se a katonaságnál, de azt mondtam, hogy nem sikerült, és ott évek teltek el, vagy 5 év eltelt, mert írtam egy verset, és azt mondtam, hogy nem, ez lehet, hogy nem is olyan rossz. Aztán írtam még egyet, és elkezdtem írni a verseket. És ott megmutattam volt nálunk egy Körmendi Lajos nevű ember, aki egy József Attila díjas
író volt, író-költő, és ő biztatott, hogy azt mondta, hogy erősek a képeim, meg ezt. Tehát az volt a jó, hogy csak a pozitívokat mondta. Tehát ami nem volt benne jó, azt nem említette. És akkor én, amit mondott pozitívumnak, hogy olyan jók a képei, a képiséged, hát mondom, kép, akkor csinálom a képeket, úgyis. Én igazából szerettem volna festő lenni, akkor képeket csinálok, jó. És akkor így emlékszem... Én akkor egyszerre kezdtél majdnem írni is, meg festeni is, jól értem? Nem, nem. Nem, hanem vannak ilyen költői képek. Ja, hogy költői képek. Költői, igen. Okay, költői képek. Okay. És akkor gyakorlatilag erre épült az én költészetem a költőiket, mint Nagy Lászlónál is például, vagy a Barinál, Balog Attilánál. De Lorkánál is. Tehát erre építettem, és az asszociációkra. Aztán, hogy telt az idő, minél távolabbi asszociációkat építettem egymásra fel. Így. Hát ez volt a költészet. Megjelentem néhány lapba. Hát én emlékszem, amikor a Zamarodromban megjelentem, nekem annál nagyobb örömet semmilyen publikáció nem adott. Tehát én később jelentem meg országos irodalmi lapokba is, de nem volt az az érzés. Tehát ez akkora volt, hogy a Csoli kért tőlem verset. Hát csak hogy elmondjam, hogy mit éreztem ezek iránt. Annyira tiszteltem ezeket a cigányokat, akik gyakorlatilag megnyitották előttünk az utat. Most azzal nyitották meg, hogy ez olyan, mintha azt mondanák, hogy lehetséges. Igen, én ezt bizonyítom neked, lehetséges. Az, hogy egy cigányos költő legyen, vagy akármi legyen. Hát mára, hála Istennek, ez gyönyörű szépen kezd beigazolódni, ugye? Hogy kiemelkedő sportolóink vannak, vagy az, hogy egy cigány lediplomázik, már nem is olyan nagy szám. Az expresszionizmus jellemzi a képeimet. Ezek absztrakt, tehát nem figurális képek, illetve olykor a figurális és az absztrakt közötti vonulat. Hát, hogy mi jellemzi konkrétan ezen belül is, mert hogy ugye többen festenek absztrakt képeket, meg expresszionistákat is. Szerintem még az, ami jellemző, hogy van egy líraiság ezekbe a képekbe, illetve nagyon szeretem a perifériára került anyagokat felhasználni, gyakorlatilag a szemetet, ami mondjuk egy rossz elhasznált zsákvászon, egy letépett plakátnak a darabja, de újabban nagyon megkedveltem a rozsdás lemezeket is. Ezeket behelyezni a képbe. Szeretem azt is, hogy egymástól eltérő hangulatú anyagokat, dolgokat vigyek fel, és örömérzetem van abban, hogyha ezek együtt mégis egy homogén egészet tudnak képezni. Hát ez a formák tekintetében is, hogy szögletes forma, amikor valaki elkezd szögletes formákat felvinni egy festményen, akkor azt általában tartja is, hogy akkor szögletes lesz minden forma.
hát bátrabb vállalkozás az, hogy akkor egy ilyen más forma is legyen. Tehát szeretem a sokféleséget, ahogy az embereknél is. Én úgy érzem jól magam, ha minél többféle ember van egy társaságban, több korosztály, többféle gondolkodás, ez azt hiszem, hogy a kreativitást növeli. Hát ezzel próbálkozok a képeim. Tehát van ebben egy kis politika is, hogy mindenféle másság, minden marginalizálódott dolog, minden, amire már szemétként tekintünk, az ott legyen a képekben. Nemrég olvastam egy japán bölcseletet, miszerint egy embernek három szíve van. Egyet a társadalomnak mutat, egyet a szeretteinek, és az utolsó az, amivel önmaga néz szembe. És nyilvánvalónak mondhatnánk, hogy ez a legőszintébb szív. De ugyanakkor ez a legtitokzatosabb is. Hát ez a harmadik szív az, ami segít és inspirálja az embert, és ez a szív az, amit szeretnék megmutatni mindenkinek. Meg hát azt hiszem, hogy az alkotók általában, ha nem is így fejezik ki, de valami hasonlóról van szó, hogy van egy közlési vágyunk, ami legbelső önmagunkat akarja megmutatni az embereknek. Én magamat tehát így elhelyezve, hogy miként helyezem el magamat Európában, a társadalomban, a munkahelyemen, a családomban, én cigány vagyok, én így érzem. Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatták, észrevételeiket megírhatják a chance@9tv.hu internetes e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra 2 hét múlva!